Köszönöm államtitkár úr válaszát, mert természetesen nem lepett meg, mégiscsak azért a külügyminisztériumnak a közleménye végtelenül árulkodó, hiszen egy olyan pillanatban született meg, amikor éppen a palesztinokat kellett volna a szolidaritásról biztosítani. Talán ön is ismeri azt a 2003. októberében napvilágot látott Eurobarométer felmérést, amelyik a roppant egyoldalú izrael párti propaganda ellenére mondatja azt az Európai Uniós polgárok 59%-ával, hogy igenis a világbékét elsősorban Izrael fenyegeti. Mi lenne akkor, hogyha ma csinálnák ezt a felmérést? Mi lenne vajon annak az eredménye, hogyha a mai Európai Unióban megengednének egy hasonló felmérést? Természetesen egyetértek államtitkár úrral, ismerem én is, hogy hány magyar honfitársunk él, hány magyar származású ember él Izraelben, hány izraeli zsidó honfitársunk él Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a Magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Képviselő, úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felmérésre Magyarországon. Képviselő, egy perc áll rendelkezésre. Egy perc.